Áldás, békesség. Szervusz. Foglalj helyet. Én tudatosan kerestem egy ilyen helyet, ami ugye a cigánysággal foglalkozik, mert én már a gimnáziumban is, általános iskolában is ugye kaptam ösztöndíjakat, és sejtettem, hogy egyetemistáknak is van olyan lehetőség, ahol ugye ezzel komolyabban lehet foglalkozni, ezzel a roma identitással, és hogy akár segíthetnek nekem is, mert ugye családi helyzetemből adódóan így ez jól jött ez a lehetőség, és így megtaláltam, azt hiszem az interneten találtam rá erre a szakkollégiumra. Említetted a roma identitást, ez miért fontos neked, illetve mit jelent ez neked? Nagyon sokan talán ezzel kapcsolatban ambivalens véleményeket fogalmaznának meg. Igen, én félig magyar, vagy inkább nem roma származású vagyok, édesanyám ő nem roma származású, apukám viszont igen. És hát ugye sokszor találkoztam negatív megkülönböztetéssel, stb. Ezzel kapcsolatban, de soha nem értettem, hogy miért van az, hogy egy romára ugye másképp tekintenek, mint egy nem romára. És mivel ugye nekem a bőrömön sem annyira látszik, így nagyon sokan el sem hitték, amikor ugye hallottam az iskolába, hogy szidják a cigányokat, stb., akkor ez nekem mindig olyan rosszul esett, és amikor elmondtam, hogy egyébként én is az vagyok, akkor mindig ez ilyen meglepetésként érte az osztálytársaimat, ismerőseimet, és emiatt érdekelt, hogy akkor ez miért is van, és ennek szerettem volna így jobban utána járni, hogy ugye megélhessem én is a saját identitásomat. A családodról mondj egy pár szót nekünk. Milyen környezetből származol, testvérek, honnan jöttél, milyen háttérből? Nyírmártonfalván élek, édesanyámmal és az öcsémmel, de egyébként van egy húgom meg egy bátyám is, apukámék már külön élnek. Ők mivel foglalkoznak, ha még aktívak? Igen, édesapám ő alkalmazott, tehát szakmunkás, édesanyám pedig bölcsödei gondozó, kisgyermeknevelő. Testvéreid közül is vannak, akik tovább tanultak, vagy ők még kisebbek? Hát az öcsém, ő nagyon jó úton halad felé, ő nagyon jól tanul, nagyon ügyes, de egyébként így a családom körében nem igazán jellemző. Egy unokatestvérem volt, aki tovább tanult, de egyébként nem jellemző így a családunkra ez. Igazából nekem nagyon nagy sikerélményem volt ebben a tanulásban, szerencsére így a képességeim mindig azt mutatták, hogy tudok tanulni, és hát leginkább édesanyám volt az, aki így bíztatott arra, hogy tanuljak, kezdjek valamit úgymond az életemmel, és így ennek köszönhetem, hogy motivált voltam. Nem tudom, hogy mondjuk 10 gyerekből hány gondolja úgy, hogy ő örömét leli a tanulásban, szóval ez szükséges rossznak fogják föl ezt sokan. Úgy is, mint a leendő pedagógust is kérdezem, hogy nálad ez hogy volt, és mi kellene talán ahhoz, hogy ez megváltozzon? Hát szerintem nagyon jó tanárok kellenek elsősorban, tehát szerintem a tanár tud a leginkább hatást gyakorolni, jó hatást gyakorolni a gyerekekre, úgyhogy a motivált tanárok. Talán ezt mondanám, ezt jelölném meg így legfontosabb tényezőnek, meg hát nyilván a családnak a támogatása is, de ez kevésbé befolyásolható, tehát ezért ez nehezebben lehet ezt a tényezőt így korrigálni, befolyásolni. A dicséret az azért mindig olyan erőt tud adni egy gyereknek, hogy tényleg pozitívan álljanak hozzám, ez nagyon nagy erőt adott nekem abban, hogy ugye tovább is tanuljak, hogy képes vagyok rá. Tehát ez az, ami. És ezért például a szakkollégiumban is van mentorprogram, és akkor nekem is van az egyetemen is, még máig napig is mentorom, és ő is nagyon sokat segít abban, hogy tudjam folytatni ezt. Ez azt jelenti, hogy minden szakkollégista mellett van egy valaki, aki egyengeti az útját? Ha kérjük, akkor igen, lehet kérni. Én szerettem volna élni ezzel. Mióta élsz itt? 5 éve. Hát talán a 6. Igen, én vagyok az egyik legrégebbi hallgatója a szakkollégiumnak, igen. Akkor talán merhetjük azt mondani, hogy a váradalmaid azokat betölti ez. Maximálisan, még többet is adott, mint amennyit vártam ettől, úgyhogy a közösség, a hitélet, tanulmányaimban, tehát minden szinten nagyon kitárult előttem a világ azáltal, hogy én jelentkeztem ebbe a szakkollégiumba. A közösség az kikből áll, mert nem csak roma származások vannak, tudom, hogy többség roma származású, de mitől jó ez a közösség szerint? Szerintem pont attól, hogy nem csak roma származásúak vannak,
hanem nem romák is, és ez az együttélést ilyen miniatűr formában leképezi ugye a társadalmunkat, hogy hogyan is kellene együtt élni normálisan, békességben, szeretetben, és tényleg nagyon jó kis közösség kovácsolódott már össze, és minden évben azon vagyunk, hogy az újakat is ugye bevonjuk ebbe a közösségbe, és úgymond egy ilyen lelki támogatást, vagy egy ilyen biztonságot adjunk egymásnak, mert ugye hasonló háttérrel rendelkező diákok találkoznak itt, és mindig jó látni azt, hogy vannak más olyan diákok is, akiknek ugyanolyan problémái vannak, mint nekem. És akkor ezek a beszélgetések, közös alkalmak, ezek mindig úgy feltöltenek. Ma itt a koronavírus miatt egy elég emblematikus helyre kerültünk, itt Debrecenbe a nagy templom és a kollégium közé, és hát így adódik is a kérdés, és említetted is, hogy a közösség és a hitélet. A hitélet az hogy jelenik meg a szakkollégiumban, ennek milyen formái vannak, és mi az, amivel te is szívesen élsz? Például a bibliaórákat emelném ki, heti több alkalom is van, és ezeken az alkalmakon ugye a Bibliából különböző részleteket beszélünk meg közösen, ez inkább kicsit ilyen interaktívabb, tehát bevonnak minket is, éneklünk, együtt vagyunk, és ez olyan megnyugvás érzetet ad, hogy tényleg a hétköznapokból egy kicsit így elszakadunk, és akkor így együtt vagyunk, meg Istennel együtt vagyunk, tehát ez nagyon... Ezek bibliai történetek általában, vagy esetleg egy aktuális szituációra reflektálnak, mint például most ez a koronavírus, vagy ami benneteket foglalkoztatott a közösségben, és akkor ezt beszélítették. Ennek így ez az összessége, tehát mindig aktuális témákat hoz nekünk a tiszteletes úr, és akkor együtt beszélgetünk ezekről. De általában bibliai szakaszokat, igéket beszélünk meg. Neked személyesen mit jelent a hit? Mindent. Tehát nekem a hit az nagyon fontos, próbálom úgy élni az életemet, hogy a mindennapjaimban is ez jelen legyen. Úgyhogy... Egy pedagógusnak fontos a hit szerinted az Istenbe vetett hit? Fontos, természetesen, hát igen, nagyon motiváló erő tud lenni, mert ezért sokszor vannak kis völgyek, amikből ki kell mászni, és ugye Isten ő mindig segít ebben. Thank you.